Kínában vannak olyan érdekes intellektuális játékszerek, amelyeket általában az értelmiségiek szeretnek. Ezeket kínaiul írószobabeli játékszereknek nevezik. A méretük nem nagy, de mindegyik hosszú történelemmel és mély kulturális háttérrel rendelkezik. Ezeket a játékokat dekorációként teszik az íróasztalra, vagy kézben tartva ütik el velük az időt. A játékszerek aprólékosan megmunkáltak, ami jelzi a tulajdonosok műveltségét is. Még ma is nagyon népszerűek a kínai körében ezek a tárgyak. A leghíresebb közülük talán a dió. Általában két darabot vesznek belőlük kézbe, de nem minden dió megfelelő. Csak azok alkalmasak, amelyeken mély és világos csíkok vannak. A két dió csíkja, mérete és súlya általában azonos, de csak külön megmunkálás után lesznek gyűjthető játékdiók. Ha ugyanis a diókat már több éven át tartották kézben, akkor szép pirossá válnak, és csak ekkor lesz érdemes a gyűjtők érdeklődésére. Az imafüzér karkötő, vagy kínai nevén Buddha gyöngyök, általában bodhi gyöngyökből, ötszínű gyöngyökből, illetve értékes fából is készültek. A buddhisták általában a karkötőt morzsolgatva mormolnak imákat, így nyugtatják a lelküket. Manapság a fiatalok gyakran divatos kiegészítőként hordják a csuklójukon. Persze kínai intellektuális játékszerként az érdekesség soha nem hiányozhat az ilyen tárgyakból. A legérdekesebbek közt meg kell említeni a kínaiul Tea díszállat néven emlegetett apró szobrocskákat. A nevéből is kitalálható, hogy teával táplálkozó kisfigurákról van szó. Általában kerámiából készülnek, gyakran állatalakban, de néha emberformájuk is lehet. A teázás során teavizet öntenek a kis kerámia tárgyakra, amelyek hosszabb idő után a sok teától különleges textúrájúak lesznek. Egyes tea díszállatot igen érdekesre tervezik. Például van olyan, amelyik elnyeli a ráöntött teát, majd buborékot fúj belőle. Régen a császárok és az előkelők írószobabeli játékszerei természetesen igen drágák és értékesek voltak. A leghíresebb köztük a jádepecsét. A jádepecsétre általában külön mintát vagy írást véstek, ami megmutatta a különleges státuszát. A császári pecsét a legértékesebb, az alapanyag mindig a Szintjánkban található Hötien jáde, amelyből a legjobb mester készített császári jádepecsétet. Az ilyen írószobabeli játékos, időtöltésre való tárgyak nem csak szórakoztatóak a mindennapokban, hanem a bennük rejlő művészeti és kulturális értéket is érdemes élvezni. Ön melyiket választaná? A gyógynövényekből vagy más gyógyszer alapanyagokból készült gyógyszerek általában keserűek, de a kínaiak ezekből is készítenek különféle hagyományos finomságokat, amelyek nem csak gyógyítanak, hanem ízletesek is. Amikor beköszönt a nyár, a kuilingi kocsonya az egész országban kedvelt étel lesz. A külseje fekete kocsonyához hasonlít, nagyon hűvösnek és finomnak látszik. A modern készítési módszerből általában kimarad az állati hozzávaló. Hőséget eltávolító és méregtelenítő gyógynövényeket hozzáadva készítik. A kocsonya segíti a vérkeringést és az anyagcserét, majdnem minden belső szervet aktivizál. Általában gyümölcsel, tejjel vagy más édesétellel együtt fogyasztják. Az íze jobb, mint a csokoládéjé. Az őtjiao is nagyon népszerű lett a kínaiak, különösen a kínai nők körében. Az őtjiao szamárbőrből készül, használata több mint 3000 évre tekint vissza. A hagyományos kínai orvoslás szerint az őtjiao nagyon értékes a nők szépsége szempontjából. Az ősi Kínában a császár ágyasainak kedvence volt. Elkészítése során általában szezámmagot, kínai datóját, diót és kótyibogyót együtt főznek meg, így még jobb a hatása. A hagyományos kínai gyógyszerek alapanyagaiból nem csak ételt, hanem üdítőt is készítenek. Ilyen például a Kvantong tartományban elterjedt hűvös tea. A hűvös teába általában hideg jellegzetességű gyógynövényeket főznek, amelyek eltávolítják a testben levő hőséget. A gyógynövények hatóanyaga nem sűrű, ezért mindennapi üdítőként iható ez az egészségőrző ital. Egy másik édesüdítő, a savanyú szilvalé nagy területen elterjedt Kínában.
Ez az édes savanyú ital különböző gyümölcsökből és virágokból készül. Van benne például szárított szilva, galagonya és bódító illatos fa virága is. Igen illatos ital, és persze egy gyógyhatása is van. Az aszalt szilva eltávolítja a hőséget, és különösen jó hatással van a lépre, ezért a kínaiak gyakran fogyasztják az étkezések során. A savanyú szilvalében lévő galagonya is fontos gyógynövény Kínában, amelyből desszertet is készítenek. A hagyományos kínai orvoslás szerint a galagonya gyógyhatású, segíti az emésztést, a vér és a csí keringését, enyhíti a nők menstruációs kellemetlenségeit, és hozzájárulhat a járvány megelőzéshez is. A galagonyából készült édességek a kínaiak kedvencei, különösen kedvelik a nők és a gyerekek. A tea Kínából származó egészséges ital. Hosszú fejlődés során alakult ki a kínai tea szertartás, amely elegáns teázási mód. A teát gyönyörű csészéből szokták inni. A kínaiak nagyon szeretnek teázni, és nem is csak elegáns feltételek mellett. A nagy csészés tea az átlagos emberek teázására szolgál. A nagy csészés tea főleg szomjoltó célú, ezért utcákon, állomásoknál, kompoknál, gyárak, mezők és építkezések közelében is árusítják. Az észak-kínai területen, különösen Pekingben népszerű. Régen az utcákon árult nagy csészés teának két fajtája volt. Az egyiknél a tealevelekből óriási bronzedényben készítettek teát, amit jó nagy csészékbe öntve adtak el. A másik módszer az volt, hogy otthon vagy teaházban készítették el a teát, nagy csészékbe öntötték őket, és így vitték el adni. Nagyon régen Pekingben a nagy csészés teaárusok várra vetett rúdon vitték a teát, onnan adták el. Az ősi Peking városkapuinál, Sicsihájnál és Tientjaónál mindig voltak ilyen csingafás teaárusok. Menet közben kiabálva hirdették teájukat. Ha a vásárló jött, akkor egy adag teát öntöttek a nagy csészébe, és a vevőt a kis székre ültették. Kína az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején kezdte bevezetni a reform és nyitás politikát, és azóta egyre több a magánvállalkozás az országban. Pekingben a nevezetességek közelében nagy csészés teát eladó standokat hoztak létre, az eladók pedig így kiáltoztak. Nagy csészés tea, két fene egy adag, nem csak a szomjat oltja, hanem nagyon finom is. Reggeltől estig sok vevőjük volt. Helyi lakosok, vidékiek és külföldiek is. A nagy csészés tea standok kiszolgálták a kínai és a külföldi utasokat, valamint a helyi lakosokat. Ugyanakkor sok helyi fiatalnak is munkát adtak. A kínaiak életszínvonalának folyamatos emelkedése miatt ma már általában jó teaházakban szoktak teázni a kínaiak. A nagy csészés tea eltűnt az emberek életéből, ám sok idős pekingi szerint nyáron még ma is egy adag nagy csészés tea számít a legjobb üdítő italnak. A szójabab igen gazdag fehérjében, káliumban, kalciumban és egyéb szervetlen sókban, illetve telítetlen zsírsavakban, amelyek megelőzhetik a szív és az agy vérellátási problémáit. A Kínából származó szójababból a kínaiak számtalan finomságot készítenek. A szójatej nagyon népszerű kínai ital, a tej egyik jó alternatívája. A szójatej készítése egyszerű, már több mint 2000 éve is itták a kínaiak. Az ősi időkben véletlenül jöttek rá a szójatej készítési módjára, arra, hogy a hagyományos köves malomban megőrölt szójababhoz vizet téve friss szójatej az eredmény.
A forró szójatej a kínaiak számára finom és tápláló reggelital. A szójatej készítése során a kínaiak folyamatosan kifejlesztették a tofu és a különböző tofu félék elkészítését. Amikor a szójatejet felforralják, a tetején kialakul egy természetes olajhártya, amelyet kiszárítanak, és ezt a vékony ételt olajas szójabőrnek hívják. Egy másik módszer, hogy a felforralt szójatejet rétegenként kendőre öntik, majd a tetejére súlyt tesznek. Kiszáradás után kész a szintén vékony, lapos, de száraz szójabőr. De minden szójakészítmény a kínaiak kedvenc ételei közé tartozik. Különösen kedvelt a szójaszószban párolt tofu, amelynek hasonló a textúrája, mint a sovány húsé. A vegetáriánusok általában imádják. Ha a felforralt és szűrt szójatejbe megfelelő mennyiségű kalciumszulfátot vagy sóslevet tesznek, akkor különleges kínai tofu lesz az eredmény. A puha és friss déli tofut különböző fűszernövényekkel készítik el. A viszonylag kemény északi tofuból pedig a sült tofu darabok nevű, ismert kínai étel készíthető. A szója szósz Kínából származik, de egész Kelet-Ázsiában népszerű. A megfőzött szójababhoz vizet, korpát, tésztát, sót, erjesztő baktériumot tesznek, majd állandó hőmérsékleten 21 napig erjesztik. Így készül a remek illatú és ízű, bogárfekete színű szójaszósz. A szójaszósznak Kínában két fajtája van, friss és öreg. Az öreg szójaszósz nem nagyon sós, inkább megfelelő szint ad az ételeknek. A friss szójaszósz sósabb, jobb íze lesz tőle a fogásoknak. A miszó szintén Kínából származó nemzetközi finomság, különösen Kelet-Ázsiában terjedt el. A főtt szójababot fedetlen edényben erjesztő baktériummal erjesztik. Néhányszor sót adnak hozzá, végül különleges finom illatú miszó lesz belőle. Kína északi részein télen nagy a hideg, itt a miszóból levest is készítenek, de más ételek összetevőjeként is nagyon jó ízesítőszer.